Köszöntöm a kedves nézőket, ennek a Pécs TV sportműsorát látják. Szombat-vasárnap kétnapos évadzáró modellező verseny lesz. Új meccsek alján is a Pogányi Reptéren. Tisztelettel köszöntöm Mohai Istvánt, a Pécsi Modellező Egyesület elnökét. És akkor most tiéd a szó, Pista, és légy szíves, mondd el, hogy mi is lesz ez a verseny, kik vesznek részt. Köszönöm szépen, végtelenül örülünk annak, hogy ismét meg tudjuk rendezni ezt az évzáró találkozót. Az, hogy elment egy év, hát annak nem örülünk annyira, de hát ez természetes dolog. Az Egyesületnek ez a 43. versenyszezonja, amire nyugodtan mondhatom, hogy modellezésben nincs itthon példa. És azért nagyon sok sportegyesületnél is, az, hogy 43 éven keresztül folyamatosan eredményt számítanak a versenyzők, elég ritka dolog. Mind a kettőt összevontuk most, a Pogányi repülőtéren a rádiós repülős része, már amit meg lehet csinálni, sajnos erre az időre senki nem számított. Ez a mi nagy könyvünkben mindig jó időnek volt rögzítve. Tehát kint a Pogányi repülőtéren, majd vasárnap bent a körrepülőpályán, ahol bizony lehet új országos rekord, én remélem, hogy lesz is. És születhetek nagyon-nagyon komoly eredmények, hiszen megkezdődött a felkészülés a 2000. évi, a csodálatos jubileumi év nagy világbajnokságára, amit körrepülő modellezésben Franciaországban rendeznek. Kérem, akár hiszi, akár nem valaki, egy 5 pályás vadonatúj stadionba kerül ez lebonyolításra. És te bocsáss meg, hogy közbeszólok, ki mindenkit vártok holnap? Tehát az időjárás nem rettenti vissza a résztvevőket, és hányan érkeznek, hány egyesület? Úgy egyeztünk meg tulajdonképpen, ha reggel esik, akkor van baj. De a kollégák rettenetes leleményesek, mert ilyenkor általában olyan 3:30-4 órakor szoktak ébreszteni. Aztán vannak még leleményesebbek, akik fölhívják Ferihegy Meteor, ugye a pestiek, és megkérdezik, hogy mi újság, mit mond a meteorológia. Budapest, Nagykőrös, Kecskemét, Orosháza, Taszár, Pécs. Budapestről 4 egyesület különben. Külföldieket nem vártok? Magát? Ez nem, ez mindig hazai találkozó volt, és hát az is marad. Ilyenkor van mód arra, hogy egy kicsit talán a barátokkal, haverokkal, hát legyünk őszinték, ugye itt mindenki egy családba tartozik, értékelitek az elmúlt évet, az beszélgettek arról, hogy mit kell jövőre, vagy mit lehet csinálni. Az egésznek ez a lényege, ugye este sor kerül egy ilyen találkozóra, ahol hallatlan sok aranyos butaság kerül ugye elmondásra, de hát sajnos vannak benne komoly dolgok is, hiszen az ifjú Mohai Szvacsek párosunk az Európa-bajnokságon azért bukott el, mert nem ismertük a szabályzatot. Annak ellenére, hogy a Nemzetközi Szövetségbe a magyar delegátus a versenyszabályokért való felelős. Azon felül az EFA-nak az e-mailjén rosszul van fönt a szabályzat. Könyvben nincs kiadva, hát én most kérdezem azt, hogy akkor ez a szerencsétlen magyar, aki elment Spanyolországba, honnan tudta volna ezt? Na most, hogy elszomorító, abban az a katasztrófa, hogy nem arról van szó, hogy 16-ak lett, nem ha 16-ak lettek volna, hanem 15-ek, hanem arról van szó, hogy Európa bajnokok, vagy második, harmadikak, vagy 11-ek. Egyébként holnap ők is itt lesznek, gondolom. Igen, igen. Tehát holnap, lehet egy kicsit után talán kárpótolni magukat, és azt nagyon remélem, hogy
Hát két több dolgot remélek. Egyrészt, hogy jó lesz az időjárás, mert akkor a nézőknek is érdemes talán Pogányba és új meccsek aljára kilátogatni.